Már több mint egy hete, hogy megkezdődött a tanítás a városunk iskoláiban is. A szülők nyugodtak lehetnek, hiszen a téli szünetben a szakemberek mindent megtettek, hogy lefertőtlenítsék az intézményeket. A téli szünetben minden iskolát és óvodát ki kellett takarítani, ahol szükséges. A munkába volt, ahol a honvédséget is bevonták. A református általános iskolában speciális fertőtlenítés zajlott. A takarító személyzet részéről megtörtént a nagy takarítás, és most pedig egy nagy-nagy fertőtlenítésre kerül sor. Az oktatási hivatal egyébként is előírta a téli szünetben az oktatási nevelési intézményeknek a fertőtlenítését, és most felkértünk egy vállalkozót a fertőtlenítésnek a elvégzésére. Mind a három telephelyen szakszerűen végzik a fertőtlenítést. Ez számunkra is olyan megnyugtató, de nem csak a mi számunkra, hanem én azt gondolom, hogy a pedagógusok, a szülők, a gyerekek számára a helyiségeket is biztonságosan tudják használni. Azért mondom, hogy biztonságosan, mert olyan szert, fertőtlenítő szert használnak, amelyről a Kermi kiadott egy tanúsítványt, hogy több mint két hónapig hatásos. A cégvezető elmondta, aki maga végzi a munkákat, hogy a Kermi által kiadott igazolás alapján a fertőtlenítés után a felületen kialakuló védőréteg 8 héten keresztül igazoltan aktív, és nem engedi a kórokozók megtelepedését. Fertőtlenítést végzünk, mint ahogy már az őszi iskola kezdés előtt is, a református egyház megrendelt bennünket, és őszi iskoláját lefertőtlenítjük a 2 hónapig tartó antibakteriális szerrel. Hát az ozon fertőtlenítés nagyon jó, viszont az csak addig a pillanatig jó, ameddig az első ajtónyitásnál nem történik egy vírus fertőzés. Ez, amit mi használunk, 2 hónapig rajta van a falon, asztalon, szék alatt is, folyamatosan kifejti hatását. Ez egy nanoszemcse, és rátapad a falra, plafonra, asztalra, és ott fejti ki a hatását. Tehát a köd az eltűnik. Minden teremre lesz feltétlenül, és folyamatosan védettséget nyújt, megfogja a kilincset, leül, bármihez hozzányúl, a feltétlenítő szerünk ott van. Az operatív törzs 393 általános iskolában egy-egy osztályra, 31 általános iskolában az egész intézményre rendelt el digitális tanrendet. Előbbi az intézmények 15, utóbbi az 1%-át teszik ki. A fertőtlenített tantermekben, közösségi helységekben teljesen vírusmentesen várták a pedagógusokat, diákjaikat és minden munkatársat.